Édesanyám, ez a hotdog már egy perce itt hever a tányéromon, és még nem vágta fel magát. Már is jövök, csillagom. Ugyan kérlek, ne zavartasd magad. Talán majd sort kerítesz rám, mikor elleptek a döglegyek, és a pocakom is akkorára duzzadt, mint féltetves basztal. Anya, én nem fogok egész hétvégén Krisznél aludni. A szobája bűzlik, mint a zárt tojás. Ha tudnám, mi bűzlik, megkeresni. Gyerekek, halkabban. Apátoknak még nem is mondtam, hogy Marguerite néni jön látogatóba. Marguerite-et hallottam? Peter, csak egy hétre jön. Micsoda, egy hét? Nem, Istenem, most törj meg, nem, basszus kulcs, esküszöm, hogy az a rejtés! Sajnálom, Lois, de esküdtettem! Esküszik, hogy az igazat, és csak is az igazat mondja Isten önt úgy segélye? Esküszöm! Te paraszt! Én imádom Marguerite nénit, mert ha ő nincs, sosem találkoztam volna veled, Pete. Marguerite néni, nem láttad a törölközőmet? Majd a törölközős fiúhoz egy másik. Nem kell, nem akarom szavarni őt. Az nem így megy, drágám. Te egy piútörs mit vagy? Törülközött? Szia, az én nevem törölköző. Tessék, itt egy Peter. Vagyis, bocsánat, nevem Peter. Én leszek a bimbód. Törölköző. Jesszus! Figyelem mindenki. Üdvözöljük együtt Marguerite nénit igazi Griffin módra. Marguerite néni. Lois. Uram, atyám, meghalt. Hopp! Mostantól vigyázz, mit kívánsz. És mi van, ha elássák őt, de felébred, mert igazából nem is halt meg, hanem csak elaludt? Tényleg, emlékszem, ez történt Jimmy bátyánkkal is, és téged ezért adoptáltak. Holnap találkoznunk kell Marguerite néni ügyvédjével, valamit ránk hagyott a végrendeletében. Szent szar, hát imádlak, te vér, szipírtyó! Úristen, meghalt! Arthur Plimpton, ügyvéd. Peter Schmidt asszony eltávozása mélyen megrendített. Igen, szörnyű tragédia, na mit kaptunk? Sok pénz, sok pénz, semmi adósságot? Peter, viselkedj! Sajnálom, csordulték van gyászsal. Halála előtt a nagynénye videóra vette végakaratát. Newport, Rhode Island, New England legelegánsabb történelmi birtokainak otthona, a Breakers, a Rosecliff és a csodás cseresznyeerdő birtok, azaz Marguerite Peter Schmidt fényűző kúriája. Marguerite ékes példája, hogy ha az embernek sok pénze van, akkor egyszerűen mindenkinél jobb. Lois, mindig is te voltál a kedvenc unokahúgom, és tudtam, hogy egy nap majd találsz egy remek férfit, aki minden álmodat valóra váltja, de tévedtem. És meg is döglöttél 1-0 Peternek. Itt az ideje, hogy úgy kezdj élni, mint egy Peter Schmidt. Ezért hagyom rád ezt a kis Newporti lakomat. A cseresznyerdőt? Ez olyan nagy lelkű tőled, Marguerite néni. Lesz saját víkendházunk. Most már bánom, hogy azt csináltam a fogkeféjével. Mrs. Lipstein, rossz hírem van. A tumor rossz indulatú. Félek, már csak 6 hónapja van hátra. Istenem! Van tejed? Figyelem mindenki, Griffin nagypapi végre nyugdíjba megy. Griffin nagypapi? Ő az, akinek mindig hideg volt a keze, és ezért a nagyi hülye mufját hordta. Chris, ez egy olyan csúnya szó, nagyi mufja. A fater 60 évig dolgozott a malomban, vagyis majdnem 80 éves. Holnap nagy zabálást rendezünk neki, és senki sem hiányozhat. Miért? Hisz alig ismerjük. Ja, még el sem jött ide soha. Azért, gyerekek, mert sohasem tudott megbarátkozni azzal, hogy én nem vagyok katolikus. Friss házasok és egy protestáns kurva. Apa mindnyájunkat szeret, csak a sok munkától nem tudta kimutatni. Már kölyök koromban is ilyen volt. Az apa-fiú háromlábú futás győztesei. Első helyezett Bobby Hamill és a papája. Második Jimmy Lawson és a papája. Harmadik Peter Griffin és egy kukoricaszár. De most, hogy nyugdíjba megy, biztos sokkal több időt tölt majd velem. Szeretnék egy olyan apa-fia pillanatot, mint a tévében. Nagy öleléssel és zenével. Lá, 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 lá. Kösz, fiú, pont ilyet. Azt tudjátok, ami akkor megy, mikor a Brady kölykök szaladgálnak? Nem akarok árulkodni, de Bobby szerintetek tényleg orvos? Városi búvárkultúrház vizeletszagmentesen. Anya, nem bírok enni. A nagypapi füle olyan undorító. Tényleg? Olyan, mint egy nagy szürke elvarázsolt erdő? Gyerekek, nagyapátok füle nem undorító, és egészen biztosan nem elvarázsolt erdő.
Menjünk ki a mezőre, és ott táncoljunk. Előbb menj te, én túlságosan félek. Kis figyelmet! Azért gyűltünk ma össze a Pótakit malomból, hogy megünnepeljük legidősebb és legjobb alkalmazottunkat, Francis Griffint. Francis? Reggeli imám közben rádöbbentem, hogy soha többé nem látlak benneteket. Hadd mondjam el, Jézus szeret titeket, de az én szememben csupán lusta bűnösök vagytok, akik nyugdíjba kényszerítenek egy vén embert. Szóval fogjátok az órátokat, és dugjátok fel. Rajonghatok érted? Nem semmi beszéd volt, apa. Igen, milyen kár, hogy a nagyi nem tudott eljönni. Áldja meg az úr, de éppen az igét osztja a vegasi misszióján. Na, mutasd, mit van, te kis csődör? Koktélt! Jaj, az én drágám. Kár, hogy te nem találtál magadnak egy helyes ír katolikus lányt. Francis, ne érezd magad kényelmetlenül, de én is itt vagyok. Mindegy, most, hogy nyugdíjas vagy, velünk fogsz lakni, és nincs kifogás, megvetem a lábam. Brian, kösd be magad. Na, mit szólsz, apa? Nem akarok a terhetekre lenni. Egy percig se lennél, ugye, Lois? Nem hát. Úgy szeretnénk. Jó asszony vagy, Lois. Lehet, hogy mégse égszel a pokolban. Megúszod a purgatóriummal a pogány kölkeiddel együtt. Mondtam én, hogy imádja a gyerekeket. Hát tisztelgésünk az elmúlt 1000 év előtt, fél órában. Zárásképp egy kis visszatekintés azokra, akiket az évezredben elvesztettünk. Jean d'Arc, Leonardo da Vinci, Norman Fell. Kevin elhívott a millenniumi buliba. Már annyira várom. Ja, nincs is jobb, mint mások házában tombolni. Nem neked kell utána takarítani. Dan 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 dan, hey! Dan 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 dan, hey! Dan 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 dan, hey! A 13. feles ivó. Egyél Samu csirkeójából. Hűha, látom, valahol nagy buli készül este. De még bepakolhatnál egy csirkekopasztó csomagot is. Tessék, egy kupon. Felejtsd el, nem fogadok el több kupont óriás csirkéktől, egyszer elég volt. Szia, Peter. Te figyelj csak, ha még nem tudnád, a postaládára kötött Luffy a nemzetközi jele annak, hogy itt van a buli. Nem a hülye bulitok van itt, hanem a világ vége. Y2K, egy csirkeember mondta. Peter, még mindig te vagy a túlzók legnagyobb bika. Én nem vagyok se túlzók, se bika, de majd ha szépen meghaltok és felmentek a mennyországba, ott meg találkoztok majd a két Lottival, akiről nem tudjátok majd, hogy melyik. Na az lesz a rideg barátocskáim, úgyhogy nyasgem. Ah, segíteni lesz bekapcsolni? Nem vagy egy kicsit túlöltözve? Ó, hát én tényleg csak beugrom Kegmeyerhez. Lesz később egy jótékonysági gála Bostonban, és próbálom meghúzni a fuvolistát. Jaj, Stewie, kis bűbáj vagy. Nos, a vászalak szerintem is remek, de nem túl nagy a seggem ebben a pelusban. Peter, hol vagy már? 1000 évet volt felkészülni erre a bulira. Elképesztő, hogy mennyit képes szötymörögni. Peter, elkésünk a kuzinom esküvőjéről. Kész vagy végre? Na basszus. Hát egyikünknek át kell öltöznie. Segítenél? Hol van apátok? Még mindig a pincében. Peter, egész nap odalent vagy. Remélem legalább... Uramisten, itt vannak a kormánytól. Fuss, itt rohan! Jön a világ vége, mindenki vegye fel a sugárzás védőruhát! Nem fogunk kihagyni egy ilyen különleges alkalmat a te idióta ítéletnap elméleted miatt. Jól van, rendben. Figyús, kacok! Mi az az ajándék, amire mindig is vágytatok, de nem kaptátok meg? Egy mobil! Szivaros doboz! Egy halott Lois! Jól van, mind lent van a pincében, gyertek, nézzük meg! Menjél már! Én messze győzelem! Sziasztok! A fene! Peter, ha te itthon akarsz maradni, maradj, de mi elmegyünk a babuliba. Gyertek! Ugye nem vagy terhes? Nem. Sajnos pont most tettünk meg minden maradékot. Ha belegondolok, milyen rengeteg ételt pazaroltunk el. Papizzátom szelek. Rajta, ez Fincsi. Tessék, na nem neked adtam, Higgins. Micsoda dolog elvenni magnunk ajáját. Csúnya, rossz. Te már kaptál?